Te tenni, hol a jó büdös p***sába vagy jó? Hát remélem, hogy nem világra hoztak minket, mert ha igen, akkor ne felejtsük el, ami drága emlékezetű Boncz Géza barátom mondott, miszerint, hogyha az oroszok biztolt emlegetnek, akkor nem azért kell sietned, mert közel a resti, hanem hogy ne kapj egy sorozatot távár is Kalasnyikovtól. Fogalmam sincs, hol lehetünk, de már most el a hócipő. Nekem a lovin kéne lenne. Akartam tenni a heti hetes befutóra, de hát éreztem, amikor a repülőn nem lehetett Wagnert hallgatni, hogy itt nagy baj lesz. Hát kérlek szépen, gyanítom, hogy megfogad szegény szomszédom özvegy kropacsekné átka, amiért állandóan a benzinkutasokat szapulom, pedig szegény ura milyen becsületes ember volt, igaz? Hát persze, azt tudnivaló, hogy marmokkannából van az uszkve 3 méter magas kerítés. Miért, mit mondod? Hát, hogy a Balázs vigyen engem a kísértésbe. Hát még mindig sokkal jobb, mint hogy hastól Survivor-jébe csöppentünk volna. Hát csak tudnám, hogy mi a brét fogunk itt most csinálni, erős izgalmi állapotban, amíg ki nem szavaznak, ugyebár. Hát ezt én sem tudom, de majd a Mimi megmondja. Tényleg, hol a Mimi? Mimi? Gyere! Bocsásson meg, uram, hogy zavarom, de nem magadban vinak sem. Kizár dolognak tartom, én erőbes is fel vagyok. Tényleg, ne haragudjon, most ismerem meg. Egyébként ön a feleségem kedvenc riporter. Ez szíved is, hadd nagyúr, én nem vagyok riporter. Akkor ön a kedvenc rendező. Igazából az se vagyok. Talán mondhatom, hogy a kedvenc színésze? Elsősorban nem annak tartom magam. Akkor kedvenc írója, dalszövegírója lehet? Tulajdonképpen egyik sem vagyok. A kedvenc konferenciára már csak nem mond nemet. De, annak sem érzem magam. Ne haragudjon, uram, de az imént elfelejtettem valamit. Nem maga a baginacsa? Hát ezek után már azon sem lepődnék meg. Maga is itt van, Dünde? Én a mondó vagyok, hogy félpárcem, ha nem ettem fél disznót, kászkorogni a hasom. Szia, Laci. Te mondjuk, rá tudnál kívánni a belső kisugárzásomra? A felesem akar sugárzás zabálni. Van 2 kérdésem. Összeszámoltam. Pont annyi. Gyorsan, gyorsan, zabás vagyok! Szerinted olyan erotikus a mosolyom, mint a Lola Brigidáé? Én nem értek hozzá, de a zsűritag lennék, biztos nem kapna pontot. Jó, de jó, és majd te is rám mosolyogsz valamikor? Így a mora soha. És ha így pislogok a szemöldököm alól, akkor az neked izgalmas? Ha így, akkor nem, ha esetleg másképp, akkor talán igen. Mondd, Laci, mi állhat közénk? Ja, egy grill csirke. Köszönöm, Laci. Örülök, hogy csak egy grill csirke állhat közénk, mert én és a kis Donatellácskám a... Nagy, és soha el nem múló tisztelettel kérdeznék tőled valamit, amit csak itt ebben az intim millióben meg megtenni. Te, aki az újkori politikai kabaré koronázatlan királya vagy. Te, aki a humor turbánozatlan szultánya is egyben. Te, aki évtizedek óta szolgálod a közönséget. Hogyan viseled a szűnni nem akaró tapsot, melyet csak Puskás Öcsi szokhatott meg a zöld gyepen? Ráéreztél, Karcsi, ez valóban egy csapatjáték, egy szolgálat. Az. De. Hogy is mondjam, a reflektorok sokszor magányossá is tehetnek. Hiszen ott állsz a 11-es pontra lehelyezett poénnal, és azt a hálóba kell juttatnod. Tudod, hogy a közönség ott áll a gólvonalon, és a nevetéstől elvetődik valamerre, és te nekifutsz, és a csattanót a hálóba juttatod. Jól látod, Karcsi, de nekünk a mikroszkópon van egy törzs közönségünk. Igen, hát erről beszélek, erről bármi tör. A mikroszkóp B közepe buzdítja a csapatodat. Selmeci a bal szélen, középen a defektú, a jobb oldalon Beregi előretolt csatárként Böröcki. Micsoda nevek, és akkor az erős kispad olyan fiatalokkal, mint a Varga Feri Józsi. És te, mint a mikroszkóp szövetségi kapitánya, hihetetlen. Zavarba hozol, Karcsikám, hiszen te is az újságírás csúcsai felé törsz. Ugye, és amikor a próbák folynak, neked játékvezetőnek is kell lenned, hogyha kell, felmutass egy sárga vagy egy piros lapot, hiszen a te kapitányságod nem csak kapitányság, de játékvezetői hármas is egyben. Mifelé török? Mit is mondtál? Elnézést, azt hiszem eltévedtem. Egy parodistát keresek. Bagi Nacsa. Mondd ez önöknek valamit? Értem. Köszönöm.
Maguk engem néznek a tévében? Hát persze, hiszen készült belőlem egy sorozat. Egyébként ez a feleségem kedvenc sorozata. Nos, nem is zavarok tovább. Majdnem elfelejtettem. Ha valami gyanúsat észlelnek, azonnal jelezzék nekem. Na jó tévézést! Az a fantasztikus ebben a szigetben, hogy szinte érintetlen az élő világa. Ez hihetetlen. Ezt például megmernék esküdni, hogy a múlt század óta kihaltnak ki Dodó madár tojása, vagy a mauritiusi kakapó papagájé. De jól jönne most egy felezés. Mutasd! Nézd meg! Hát ezt megjelöltem, b***d meg! Tudod, mit tettél? Ez lehet, hogy utolsó példánya volt egy fantasztikus... Azt hiszel, mindig a tudásoddal kell kérkedned? Ez csak volt cselekvés. Valójában magadnak sem mered bevallani, hogy függő vagy. És bevállalod, hogy elmondod, hogy minek vagyok a rabja? Igen vagy nem? Eljönni a felésemre. Ki tudnál vizsgálni? De így csak tippelni tudok. Vagy az okoskolás rabja, vagy játékfüggő? Nem is tudom, talán megjelölném a B-t. Látod? Megmondtam. Olyan régóta lejtegetett szakállad mögé a valódi személyiségedet. Hogy rajtad már csak a telefonos segítség segíthet! És kit hívjak föl? A gyurcsokot. Bevállalod? Mondom, bevállalod? Igen vagy nem? Jó pár sztár napokra összezárva, pokoli a sztárság a szigeten, az egyfőre jutó népszerűség az egeket verdesi, a rajongók helyett azonban az óceán hullámai nyaldossák hírességeinket. Mindenkitől távol, teljesen lakatlanul, minden nélkül. Ez a sziget. A legkeményebb kihívás, amivel sztárember valaha is szembe mert nézni. A játékosok feladatai rendkívül nehezek és veszélyesek. És csak egy győzhet. Egy, aki mindent visz. Egy, akinek nem kapcsoltuk ki az SMS fogadó szerverét. Hello, én nem tudom neked mit adtak be, de ez itt az én szigetem. Ha nem hiszed el, húzzuk el a falat és meglátod. Na jól van, kidumálos gyerek. Én már akkor valóságsort vezettem, amikor te még 20 éves tinédzserekkel próbáltad elhitetni, hogy értesz a popzenéhez. Figyelj, itt valaki vagy valakik elég szépen összekavarták a dolgokat. Szezont a fazonnal, színészt a műsorvezetővel. Te, lehet, hogy már nem is rólunk médiasztárról szól a műsor? Már tudom, hogy erre csak két ember lehet képes, ha ez a bagésana csak kezembe kerül. Hát az biztos, hogy nem élik túl ezt a kísértést.